Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakae Metal autóalkatrész. Sziasztok! A mai videó egy picit más lesz, mint a megszokott videók. Nem fogok szerelni. Egy pár videóval ezelőtt Antival néztük ezt a CarPride nevezetű dolgot, amit a Suzuki-ba beszereltem, és sokan kérdeztétek, hogy mi ez, hogy működik, és egyáltalán mi a véleményem róla. Nagyjából egy 2-3 hete használom már itt a Swift-ben. Van már róla egy kialakult vélemény, alapvetően elégedett vagyok vele, és nézzétek, ott van Olivier. Integet, hogy ő is benne akar lenni a videóba. Gondoltam, hogy beleteszem őt is. Szóval igen, nagyjából 2-3 hete használom, meg fogjuk nézni azt is, hogy melyik modell ez. Elég nagy kínálatuk van egyébként, illetve a weboldalat is egy picit átnézzük, mert kiegészítőket is árulnak hozzá, tolatókamerát is tudtok venni, akár vezetékes, akár vezeték nélküli, de erről később beszélünk. Nézzük is meg, hogy milyen ez a termék. Egy pár gondolat arról, hogy mi is ez a termék valójában. Igazából ez egy androidos kijelző, nagyon egyszerűen. Ez a verzió ez az, ami igazából egy ilyen magában egy kijelző, ezt fel tudod tenni itt, ahogy mutatja a rajzon is a műszerfalra, vagy van hozzá adapter, amivel csak simán a szélvédőre teszed fel. Én így a középkonzolra rögzítettem fel itt a Swift-ben, ez tűnt a legjobb megoldásnak, így nem zavar fönt itt a szélvédőnél, és nagyjából, mintha mindig is itt lett volna az autóban. Van egy másik verzió, amit egy picivel egyszerűbb lett volna rögzíteni, de ezt kaptam tesztre a CarPride-tól, szóval ezzel dolgozom. Ott egy egydines fejegység helyére tulajdonképpen be tudod csúsztatni az maga a készüléknek az agya, és akkor a kijelző ebből hajlik ki, illetve hogy ezen van rajta a kijelző, szóval ott külön rögzítéssel nem kell küzdeni, vagy semmi egyéb extra erőfeszítés nem igényel. Kiszeded a rádiót, becsúsztatod a helyére, és már működik is. Van vezeték nélküli CarPlay-ünk, van vezeték nélküli Android autó, és mind a kettőt tudja vezetékes csatlakozásra, és ezen kívül simán Bluetooth-szal rá tudunk csatlakozni a készülékre, illetve alkalmas pendrive és memóriakártya olvasására, és azt hiszem mind a kettőben maximum 64 GB, amit kezelni tud, és nem csak zenehallgatásra vagy vezeték nélküli CarPlay-re alkalmas, hanem videót is tudsz nézni rajta, nyilván vezetés közben nem szabad videót nézni rajta. A készülék engedélyezi, de ettől függetlenül természetesen a biztonság érdekében senkinek nem ajánlott ez. Az iPhone-os tapasztalatról tudok beszélni, mivel nekem az van. Tulajdonképpen kizárólag vezeték nélküli CarPlay-el használom navigációra, illetve zene podcast hallgatásra, de ezen kívül, hogyha valahol megállsz, unatkozol és az autóban vagy, akkor tükrözni tudod az iPhone képernyőjét, és akkor úgy tudsz nézni YouTube-ot, filmet rajta, tök jó kis funkció, illetve tudsz csatlakoztatni tolató kamerát. És ahogy mondtam az előbb is, mindjárt megnézzük a weboldalukat. Na, és ahogy mondtam, nézzük meg, van. Micsoda őszi leáradás. Szuper, nem tudom, hogy ez a mi kuponkódunkon felül érvényes egyébként, de egy próbát mindenképpen megérez, majd a videó végében elmondom, hogy a linkre kattintva kaptok 10% kedvezményt, és azon kívül még a Check Engine kuponkódot használva még $50 lejön, de ezt össze fogom foglalni a videó végén. Szóval nézzük itt a weboldalt, tényleg rengeteg sok termékük van, itt rámegyünk a termékekre, és különböző méretben, különböző csomagok van, hogy kiegészítővel itt van, például motorkerékpárra szerelhető verzió, és ott gondolom annyi igazából, hogy egy külön adapterrel jön. Van szélesebb kijelző, hogyha te nagyobbat szeretnél, akkor arra is van lehetőség, vannak ilyen kitek, amiben alapból tolatókamerával jön, szerintem tök praktikus itt akár a Swift-be is. Mondjuk pici autó, szóval sok értelme nincsen, de hogyha bizonytalan vagy, akkor tök jó lehet. Szóval tényleg nagyon sokféle van, nézzétek meg, hogy melyik tetszik nektek a legjobban, van amelyik kettő, Bluetooth-t is tud egyszerre kezelni, nem tudom, hogy alapvetően mi ennek a lényege, de jó kis funkciónak tűnik. Na de nézzük meg a kiegészítőket, ahogy mondtam az előbb is, itt tök sok minden hasznos dolog van. Vannak különböző opciók a rögzítésre, akár műszerfalra, szélvédőre, vagy így CD nyílásba tudod rögzíteni vele, és ezen kívül még itt van ugye a vezeték nélkül, illetve a vezetékes tolatókamera, amit egyszerűen tudsz csatlakoztatni az eszközhöz, és ami nekem a legjobban tetszik, ezt csak most láttam, van ilyen csatlakozó, egy sima szivargyújtó elosztó is van egyébként, amit
elosztja a szivargyújtót, illetve USB-t, de van egy olyan adapter, ugye gyárilag kapsz hozzá egy csatlakozót, amivel a szivargyújtóba dugva tudod használni az eszközt, de 8,5 euróért tudsz vásárolni ez egy másikat, amit bedugod, és akkor abban alapból van két USB foglalat, szóval még tudsz mellette simán telefont vagy más egyebet tölteni, ami tényleg egy tök hasznos funkció. Itt fölül ez a kis narancssárga jel mutatja nekünk, hogy már csatlakozva van a vezeték nélküli CarPlay-e, hogyha beülünk az autóba, gyújtást adok, akkor egyből bekapcsol a készülék és csatlakozik is automatikusan a telefonra, mint ahogy ezt bármilyen vezeték nélküli CarPlay-es autóban ezt megteszi. És tulajdonképpen itt ugye azokat látjuk, amiket a legsűrűbben szoktam használni. Waze, YouTube Music, podcast és zenehallgatásra, és igazából ez a nézet talán, amit a legsűrűbben használok. Azt tetszik benne nekem a legjobban, hogy igazából teljesen természetes, mintha mindig is ilyen fejlett infotainment lett volna az autóba. Attól függetlenül, hogy ez egy kínai gyártó, de meglepően jó minőségű a cucc, soha nem volt vele semmilyen problémám, hogy lefagyott volna, vagy ilyesmi. Egy dolog, amit azért fontos megemlíteni, és Ákostól hallottam erről a gyártóról, őnála láttam, hogy használja először, és ezt ő is említette, hogy a zene minősége az nem a legjobb, és valóban ezt én is tapasztaltam, hogyha a hangerő maximum van a készüléken, akkor egy pici torzítás van benne, de hogyha neked nem az a legfontosabb, hogy tényleg a lehető legtökéletesebb minőségben hallgass zenét, már pedig hogyha Bluetooth-on hallgat zenét, akkor azért úgyse fogod megkapni a legjobb minőséget. Ez az egy negatívum tulajdonképpen, amit én tapasztaltam, de ezen kívül tényleg csak jó dolgokat tudok mondani ezzel. Szóval én nekem előtte a Swiftben rádió se volt, illetve volt rádió, de nem működött, alapvetően nem is nagyon hiányzott, nem foglalkoztam vele, és akkor mikor hallottam erről a cuccról, akkor tök lelkes lettem ezzel kapcsolatban, és azóta is nagyon örülök neki. Nyilván azért ez egy öreg autó, de akár ilyen 5-6-7-8 éves kocsiknál is meg lehet, hogy szeretnél egy ilyen frissítést, és most oké, itt olcsó autó, és ahhoz képest azért egy viszonylag jelentős befektetés, de tényleg egy újabb autót nézel, egy 3-4-5-6 milliós autónál is simán lehet egy tök jól működő fejlesztés, és tényleg egy tök jó minőségbeli ugrás az autóba, hogyha egy ilyen kis kiegészítőt beleraksz, és tök sokat tud javítani a használati élményem. És ahogy említettem a videó közben is, most összefoglaljuk, a leírásban találtok egy linket, amire kattintva 10% kedvezményt kaptok az általatok kiválasztott termékre, és ezen kívül pedig van egy Check Engine kuponkódunk, amivel további $50 kedvezményre vagytok jogosultak. Szóval használjátok a linket is, ami a leírásban van, és a kuponkódot is kiírjuk ide, Check Engine, ahogy a csatorna neve is van. Remélem tudtam segíteni nektek a döntésbe, hogyha szeretnétek egy ilyet vásárolni. Esetleg használjátok a linket és a kuponkódot, és írjátok meg a tapasztalataitokat, hogy nektek hogy vált be az eszköz. Következő videóig sziasztok!